is egy születés van. Ez az az egység, az a demokrácia, a Budapest hazánk. Amelyet lány, amit Sztálin szobrához hasonló módon neked majd döntenünk fél év, saját reményterességeiből, saját... Itt az ideje, hogy kilépjünk a saját átlépünk, akik hisznek abban, hogy ez a magyar nép csak. Összefogás hirdetünk van a porosz választási rendszerben, és az összefogáson, az elfogadáson, és épp azért teszünk mindent, fadítsuk. Az áldozatvállalásra adon, hogy megértették Gábort. Egy olyan vezető, aki a szeretet hatalmát hozza a gyűlölet rendszerével szemben. A nevező, a mi vezetőnk, ennek a miniszterelnöke, Márki-Zay Péter. Köszönöm! Köszönöm! És ahogy hallhatták, ez a negyedik köztársaság születésnapja. Hát a magyarok meguntak a 1956. október 20. tapsot azoknak, a magyar fiataloknak, akikben minden reményünk van a szabadság iránt. A szabadság szerető magyar fiataloknak. És idővel végül a politikusok, az akkori pártok is. Hogy ezek a fiatalok, ezek voltak a kicsik. Ezek voltak azok a kicsik, akikről mi is beszélünk. A nagyobbak is, a pártok. Még mindig... Mert ebben a győzelemben, ott volt, egy párthoz tartoznak, tartoznak-e párthoz. Olyanok tudtak együtt küzdeni, akik megjárták az egyszernek, de utána lelkiismeretére hallgatni. 156. október 23-án Nagy Imrét is. Mi tudunk győzedelmeskedni? Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Én beszéltem már egy hasonló tömeg előtt 2018-ban is. Akkor nem voltunk ilyen lelkesek, szomorúak voltunk, el voltunk keseredve. 2018-ban nem volt összefogás. 2018-ban úgy teljes nemzeti összefogással most megmutathatjuk, hogy mi vagyunk a többség. Yeah.